Márciusban kezdték el, és októberben már el is készültek a Bonyhádi sportpálya felújítási munkáival. A kivitelező levonult, így már használatba is lehet venni a Sport utcai pályát. A hétvégén voltam lent, és amikor van egy kis szabadidőm, akkor mindig lejövök, és csodálkozom azon, hogy ez márciusban kezdődött ez a fejlesztés, és október végén készre jelentették. Fantasztikus, tehát megdobogtatja az ember szívét, hogy ismét valami nagyon szuper dolog épült Bonyhádon. És december 1-jével a futóknak már át is adtuk a rekordtán futópályát, úgyhogy akinek van kedve, az már jöhet is futni. Teljesen minőségi javulás következett be itt a sporttelepünkön. Épült egy, ahol most is állunk, épült egy 6-sávos rekordtán futópálya, azért csak 6-sávos, mivel más nem fért el. Tehát szerettünk volna esetleg nagyobbat is, de helyhiányunk volt. Ugye ez a Bonyhádi sporttelep egy eléggé ilyen beszorított helyen van, hiszen egyik oldalról völgységpatak, másik oldalról vasút övezi, úgyhogy igazából terjeszkedési lehetőségünk sok nincsen. De épült még egy élőfüves sportpálya, itt a center pályánk, itt egyből mellettünk. Épült egy nagyon szép gyakorlópályánk, egy 50x70-es gyakorlópályánk, ezeknél mindegyiknél edzés szintű világítással lett elkészítve a sporttechnológia, illetve alá van drénezve, tehát locsolórendszer is van alatta. Ezen kívül nem a kormánytámogatásból, MLS-es taós beruházásból épült még egy 100x64-es műfűves pályánk is, az is múlt héten készült el, és az öltözők teljesen fel lettek újítva, illetve a mellettünk lévő lelátó is korszerűbb lett, új öltözők épültek, új kiszolgáló helységek épültek, új karbantartó épületünk épült, úgyhogy gyakorlatilag idejön, annak szerintem a lélegzete is eláll. És hogy ez mennyire befolyásolja majd a sportéletet Bonyhádon? Én azt gondolom, hogy nagy mértékben befolyásolja, hiszen az utóbbi időkben Bonyhádon azért jelentős sportfejlesztések valósultak meg, ugye 2 évvel ezelőtt adtuk át az új bonyhádi sportcsarnokot is. Az azt jelenti, hogy itt Bonyhádon azért a sportot kedvelik és szeretik és áldoznak is rá. És én azt gondolom, hogy ha az emberek ilyen körülmények között sportolnak, akkor egyrészt többen lesznek, és nagyon fontos a társadalom szempontjából, hogy olyan gyermekeket neveljünk, illetve nőjenek fel, mi gyerekünk is úgy olyan körülmények között, hogy egyrészt mindennapos sporthoz szokjanak, ezáltal egészségesebbek lesznek, és ezáltal az unokáink is egészségesebbek lesznek. Az önkormányzat többféle módon támogatja a sportot és az ifjú versenyzőket. 5 évre szóló támogatási szerződés köt a sportegyesületekkel, amiben többek között azt vállalja, hogy ingyenesen biztosítja a létesítmények használatát. Idén meghosszabbították ezeket a megállapodásokat. A labdarúgó egyesületeink 2025. júniusáig ismét 5 évre újra ingyenesen használhatják ezeket a létesítményeket, és ezen felbuzdulva, és természetesen azon egy ilyen szép létesítményünk épült, az AC Bonyhád is hasonló kezdeményezést kérvényezett az önkormányzat felé, és a képviselőtestület természetesen ezt támogatta, és ők is 2025. júniusáig ingyen használhatják ezt az atlétikai felületet itt a Sport utcában. Ez a megállapodás gyakorlatilag az egyesületeknek a mindennapos életét befolyásolja, hiszen az edzéseket, a bajnoki mérkőzéseket, különböző kupa mérkőzéseket, ifjúsági eseményeket tudják ezeken a helyszíneken megvalósítani, és gyakorlatilag ez egyedülálló ilyen szempontból, hiszen azért kevés olyan város van Magyarországon, akik ennyit áldoznak a sportra, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezek az egyesületek ilyen jól működnek, karöltve az önkormányzattal. Különböző versenyek lebonyolítása alkalmával itt lehetőség nyílik távolugró versenyt rendezni, súlylökő versenyt rendezni. Távolugrásban ugye a szimpla távolugrás, illetve a hármasugrás is szóba jöhet, illetve rúdugrás és magasugrás a futószámokon kívül szerepel még a palettán. A teljesen megújult sportpálya a hivatalos átadóját 2021 tavaszára tervezik.